Sziasztok! Vasárnap van, és ez a 11. napom. Most teljesen jól érzem magam, nem vagyok fáradt, nem fáj a mellkasom, nem fáj a hátam, és hát étvágyam az továbbra sincs, és szagokat nem nagyon érzek, de teljesen jól érzem magam. Úgyhogy ezt hivatalosan a második tünetmentes napomnak nyilvánítom. Nyilván ezt az orvos nyilváníthatja tünetmentesnek, akivel holnap délután fogok beszélni. Ami, hogyha minden jól megy, már a harmadik tünetmentes napom lesz. Nagyon sok tervem van a mai napra. Komolyan, most már végre megcsinálom nektek azt a poharas játékot, esküszöm. Most már nekiállok. Nem mondom, hogy a mai nap meg is tudom vágni, de ma fel fogom venni. Két dolog miatt. Egy, mert jól érzem magam. Kettő, mert megígértem. Sőt, van egy harmadik dolog. Mert hogy megint süt a nap. És ez már ok arra, hogy felvegyek egy videót. Úgyhogy ez lesz így a mai terv. Egyébként, mivel továbbra sincs étvágyam, tegnap hiába főztem, nem nagyon tudom megenni, nem vagyok tőle túl jól. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a mai nap megpróbálok csak gyümölcsöket enni, hát ha az jó lesz. És hát meglátjuk, hogy hogy alakul a nap. Most már nem tervezek sok mindent, megpróbálok tényleg ennyit, hogy a poharas játékot felveszem nektek, és továbbra is írom a beadandóimat. Csak eljutottam oda, hogy sikerült felvennem ezt a videót is, tulajdonképpen meg fogjátok találni, ezt most már feltöltöttem ide a csatornámra, és hogyha ide a jobb felső sarokba kattintotok, mutatom ide, akkor meg tudjátok nyitni és meg tudjátok nézni. Különböző játékokat mutattam be a sportpoharakkal, hogy én miket szoktam játszani, illetve milyen ötleteim vannak, hogy miket lehet játszani, és hát ebbe próbáltam nektek segíteni. Ezek nagyon jó játékok arra, hogy a figyelmet fejlesszük, a két agyféltekét összehangoljuk, illetve a szemkész koordinációt fejlesszük. Én nagyon szeretem őket, szerintem mindenkinek kötelező ilyen sportpoharakat beszerezni. Nem ugyanolyanok, mint egy sima műanyag pohár, azért mert lyuk van az alján, és így nem tud vákum keletkezni, tehát nem ragadnak össze, nagyon könnyű pakolgatni őket. Tényleg általában szokták szeretni a gyerekek. Szóval eltelt ez a vasárnap is. Sikerült megcsinálnom a poharas, sportpoharas videót, és már fel is raktam. Úgyhogy valójában, amit mára elterveztem, ilyen szempontból az megvalósult. Egyébként még mindig jól vagyok szerencsére, és ez most már remélem, hogy így is marad. Úgyhogy, hát ez egy viszonylag eseménytelen nap volt, de hát ez egy hétvége. Találkozunk holnap. Sziasztok!